Sziasztok! Spam vagyok, és itt vagyok az 500 feliratkozós köszönő videóval, és ez nem lesz más bizony, mint egy Minecraftozás. Egészen pontosan egy Minecraft Redstone tutorial, és kezdjünk is bele egyből, ugyanis egy nagyon érdekes és nagyon egyszerű csapdát hoztam nektek, de próbáljuk is ki, hogy hogy működik. Bizony, ez egy olyan csapda, ami nagyon könnyen megépíthető, akár Survivorben is, és nagyon egyszerű. Annyi történik, aki nem látta volna, hogy széthúzza alattunk ez az egyszerű kis szerkezet a padlót, mikor megpróbálunk eljutni a kirabolandó ládához. Na de kezdjünk is bele ebbe a szerkezetbe. Nagyon egyszerűen építettem meg, alapredstone-ozás az egész, nem kell hozzá tényleg sok minden, kicsire is, nagyra is lehet építeni, ez igazából ilyen szempontból mindegy is. Hát ebből fog állni a redstone-ozásunk, kell hozzá repeater, redstone, kő, redstone fákja, illetve piston. Gyorsan ezt leszedem róla, mert elég hosszúra építettem. Viszont ez egy olyan alapvetően megépíthető rendszer, amivel nagyon könnyen meg tudjuk óvni a cuccainkat. Gyorsan el is magyarázom, hogy hogy működik ez az egész. Ugye, amikor ide rálépünk, akkor ez egy jelet ad, amit itt ez a repeater felerősít, mielőtt bevisszük ebbe a redstone sorba, ami gyakorlatilag átváltja a jelet, és a pisztonok kihúzzák alólunk a talajt szó szerint. Ebből áll az egész, nem túl nehéz, és úgy építettem meg, hogy ha ide rárakjátok, tehát ahogy én csináltam a pressure plate-et, akkor még azt sem kell újra craftolnotok, mert mint láttátok, csak egyszerűen kidobja, és újra fel tudjuk venni és ide lerakni, tehát ennyivel lehet resetelni a csapdát. Szerintem nagyon egyszerű, és gyorsan meg is építem, bár szerintem nem kell majd ezen sokat magyarázni. Fogjuk, lerakunk egy pressure plate-et, némi redstone, hogyha esetleg hosszan csináljátok, ahogy én, akkor ide bele kell vezetni nyilván egy repeaterbe, ami felerősíti nekünk a jelet, de hát most itt nem túl hosszú a redstone-ozás. Fogjuk, lerakunk egy repeatert, amin nincsen semmennyi késleltetés, fogjuk ezt egy, nem, ezt egy jelismét, vagy egy jelfordításba belevezetjük, illetve odarakjuk mögé a pisztont és a követ. Nagyon egyszerű, ahogy láthatjátok, aki még esetleg nem vette volna észre, ennyiből áll a rendszer, átmegyünk rajta, vagyis hát rálépünk és visszahúzza, tehát ennyi az egész. Rálépünk, visszahúzza. Nagyon egyszerű. És ez a videó most azért készül, mert mint az elején elmondtam, megvan az 500 feliratkozom, és nagyon szeretném ezt nektek megköszönni, ugyanis ezt miattatok tudtam elérni. Az, hogy a csatorna sikeres lett, az igazából a ti sikeretek is, mert én gyárthatnám magamnak a videókat, hogyha nem nézné senki, és egyre több és több ember iratkozik fel rám, és én ezt úgy veszem észre, hogy ez az egyre nagyobb és egyre növekvő bizalomnak a jele, amit én tényleg nagyon értékelek és nagyon szeretnék megköszönni. És azt is látom, hogy a kommentekben is pozitív kritikákat és visszajelzéseket kapok, illetve hogy folyamatosan növekszik a nézettségszám is, és ezt is gyakorlatilag mind ti értétek el, és ezt is gyakorlatilag mind nektek köszönhetem. És ez nekem nagyon-nagyon felemelő érzés, hogy a nézőktől ilyen pozitív visszajelzéseket kapok. És még mindig megvan az a lehetőség, hogy írhattok nekem kommentbe
játékokat, hogy miket szeretnétek, hogy bemutassak, vagy akár végigjátszak. Vagy hogyha kérdezni szeretnétek tőlem, de nem szeretnétek, hogy a többiek akár lehúrogjanak ezért, vagy csak szimplán személyesnek gondoljátok, akkor pedig írhatok nekem a spengameplay@gmail.com-ra, és ide is akár jöhetnek játék végjátszási vagy bemutatási ötletek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek még egyszer az 500 feliratkozót, majd GTA 5-ös végigjátszást biztosan fogtok tőlem látni, ugyanis szeptemberben ki fog jönni most már a GTA 5, és akkor megígérem, hogy amint lehetséges, és akár az iskola is engedi, egyből el fogom kezdeni nektek feltölteni a végigjátszásról szóló videót. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, illetve hogy ilyen sok bizalmat vetettetek belém. Sziasztok!